Míg néhány hónapja még meglepődtünk, mára már megszoktuk a boltok élelmiszer árcímkéjén olvasható számokat. Volt időnk hozzászokni a dráguláshoz, nem most kezdődött az élelmiszerek inflációja. A legfrissebb novemberi számok alapján az látszik, hogy egy év alatt 6,2%-kal nőtt az áruk. Ezen belül az idén nyáras élelmiszerek drágultak a leginkább, mint egy 14,5%-kal tavaly novemberhez képest, de jóval többet kellett fizetni a párizsiért, kolbászért, étolajért, lisztért és cukorért is. Októberhez képest legalább csak 0,1%-os volt az áremelkedés. Ugorjunk azonban egy kicsit visszább a múltba, idén márciusban a koronavírus járvány első hullámának felfutásakor a központi statisztikai hivatal adatai szerint összesen 410 milliárd forintot költött el a magyar lakosság az élelmiszerüzletekben. Ez majdnem 21 kal volt több, mint az egy évvel korábbi adat, ami érthető is, hiszen ekkor zajlott le a korlátozások miatti pánikvásárlások nagy hulláma. Ha azonban azt nézzük, hogy mennyi volt a megvásárolt élelmiszerek mennyiségének növekedése ugyanezen időszak alatt, akkor jóval kisebb számot kapunk, mint egy 15%-ot. A két adat között durván 6% pont különbség van, aminek a G7 cikke szerint két egyszerű, logikus oka lehet. Nyilvánvalóan számolni kell az élelmiszerinflációval, másrészt az is megdobhatja a vásárlók kosarának értékét, ha annak összetétele az egyébként is drágább termékek felé mozdul el. A márciusi nagy felhalmozás után egyébként áprilisban már alig vásároltunk többet, mint 2019 áprilisában, júniusban pedig egyenesen negatívba fordult a mutató. Júliustól októberig éves összehasonlításban szinte stagnált ez a mennyiségi adat, vagyis nagyjából ugyanannyi élelmiszert vásároltak az emberek, mint tavaly nyár végén és ősszel. Ősszel már nem indult be újból a pánikvásárlási a boltokban, hiába érkezett meg a járvány második hulláma. A gazdasági portál arra is felhívja a figyelmet, hogy bármelyik hónapot is vizsgáljuk meg idén, a mennyiség hullámzása ellenére a volumen és az érték közötti különbség mindig 5-6 között volt. Vagyis a pandémia ellenére is a minőségi, drágább termékeket keressük, vagy legalábbis több ilyen van a bevásárlókosarunkban, ami összességében a magasabb költés oldalára billenti a mérleget.